Ahhoz, hogy a magaslati hegymászás sikeres legyen, nem mindegy, hogy hogyan táplálkozik egy mászóatléta. Szász Máté biológus most arról beszélt nekünk, hogy extrém körülmények között hogyan befolyásolja a szervezetünk működését az, hogy már hónapokkal azelőtt mit fogyasztunk el. Amikor egy sportoló fejleszti a teljesítményét, akkor valójában a képességeit fejleszti, ennek pedig szerves részét képezi a helyes táplálkozás összeállítása, vagyis a biokémiai felkészülés. Ehhez már számtalanszor nyújtott szakmai segítséget Szász Máté. Az oxigén hiányra mindenki gondol, az alacsony légnyomásra mindenki gondol. De hát pusztán az a folyadék veszteség, amit azért érünk el, mert annyira alacsony a környezeti páratartalom, hogy a tüdőnkből egészen elpárolog a folyadék, ott olyan verejték, tehát olyan folyadék veszteség rátát mértek, mint ahogy az ember mondjuk egy szaunában verejtékezik. Csak nem látod, mert kilélegzed. Tehát még egy hidratációs körülmény is elképesztően extrém lesz. Ahogy egyre magasabbra jut a hegymászó és ritkul az oxigén, egyre gyorsabban és egyre nagyobbakat kell lélegeznie. Magaslaton az oxigén a széndioxiddal azonos arányban fogy, de azáltal, hogy hiperventilálok, sokkal többet lélegzek, hogy több oxigén jusson a szervezetembe, sokkal gyorsabban távozik a széndioxid, hiszen abból nem termeltem többet. Amiatt a szervezetünkben az oxigén és a széndioxid aránya felborul, és ez alapvetően megváltoztatja a szervezetünk pH-ját. Alkalózis, lugos állapot, mert a légzési alkalózis, respiratórikus alkalózis áll be, és ez beindít egy számtalan stressz folyamatot. Szász Máté azt is elárulta, hogy a végbe menő változások szinte mindegyikére van lehetőség előre felkészülni. Fel lehet tölteni előre a szervezet energiaraktárát, és még az agy extrém körülmények közötti működésére is hatással lehetünk. A hideg toleranciára is hatással vagyunk. Ugye a sportolóknak az ujjai el szoktak sajnos fagyni, vagy szóval legalábbis nagyon leülnek. Ez egy hideg reakció, hidegben az ujjam hőmérséklete oszcillálni kezd. Lehűl, fölmelegszik, mert az erek összeszűkülnek benne, hogy ne veszítsek hőt, akkor elkezd fagyni, ezt a szervezetem érzékeli, akkor újra megindítja a keringés, hogy visszamelegítse, akkor megint elkezdek hőt veszíteni, és van egy ilyen oszcilláció. Táplálkozása még erre is hatással vagyunk. Ezeket az ismereteket innen-onnan kell összeszedni. Alapvetően nem a mászósportból származnak ezek az ismeretek, hanem a hadseregtől. Máté szerint a siker nagyban függ a sportoló genetikájától és korától is, mindent kivédeni pedig igazából nem lehet, csak a lehető legjobb formába kerülni. És még ha minden egyben van is, végső soron a halálzóna úgy is felemészthet, ahogy Suhajda Szilárd is megtapasztalta. Nekem Szilárd azt mondta, hogy amikor leérnek, akkor egész egyszerűen úgy fogalmazott, hogy elfogy a hús a lábamról. Tehát rendkívül nagy súlyokat, izomszövetet veszítenek, mindenből veszítenek, ennek mondjuk komolyabb irodalma van, tehát kegyetlenül lesoványodnak. Olyan folyamatok indulnak be, önemésztő folyamatok indulnak be a szervezetükbe, mint a termelés daganatos állapotban. Ezt egyébként magasatikahexiának hívják, tehát ezt a biokémiáját ismerjük a daganatos betegektől. Volt már példa, hogy egy hegymászó arra esküdött, hogy a többi atlétával ellentétben szénhidrát helyett zsíralapú, vagyis ketogén diétával készül a csúcshódításra. Azonban érdemes utána nézni, mit is esznek a helyiek. Amikor megvizsgálták a serpák, ugye ők a nagy profik, és ők genetikailag is ehhez adaptálódtak. Megvizsgálták a serpáknak a táplálkozását, akkor azt látták, hogy egyáltalán nem ketogén, egyáltalán nem szénhidrátbázis, hanem a kettő között valahol. Tehát aránylag magas az energia, amit a serpák zsírból bevisznek. A nagyjából a totál energia 30%-a körül, ez a duplája a tipikus európai étrendnek. Szénhidrátot is visznek be, de arányában nem olyan sokat. A szakember szerint a magaslati levegőn már csak a gyorsan felszívódó szénhidrát az, amit a szervezet könnyen, kevesebb oxigén felhasználásával tud hasznosítani. Azonban a folyamatos hányinger mellett még az is nagy kihívás.